hetedik alkalommal kerül megrendezésre az Infoparlament. Mennyiben más ez a mostani hetedik alkalom az előző évekhez képest? Tartalmában és formában is megújult az Infoparlament. Először is a délelőtti plenáris előadások ugyanúgy a parlament felsőházi termében vannak, de a délutáni előadások itt a Várkert bazárban. Ez egy modern helyszín, szerettük volna megújulni ebben is, és tartalmában is rendhagyó ez az év, hiszen a szokásos négy pilléres felosztás, digitális állam, digitális kompetencia, digitális infrastruktúra, digitális gazdaság megközelítés felváltotta egy olyan téma, ami talán a korábbi években alul hangsúlyozott volt, de most így az elmúlt másfél év eseményei alapján szerettük volna, hogy ez hangsúlyosabb legyen, ez pedig a biztonság. Ugye amit látunk, hogy alapvetően változik meg a nemzetközi élet, több pólusú lett a világgazdaság, Európa picit magára maradt, biztonságpolitikailag is, kulturális identitás szempontjából is a kiútkeresés fázisában van, és rengeteg olyan esemény történik nemzetközi szinten, aminek informatikai vonatkozása van. Vagy inkább azt mondom, hogy szinte nem történik olyan esemény, aminek ne lenne. Gondolok itt az informatikai támadásokra, vagy politikai megrendelésre készített informatikai incidensekre, vagy a nem politikai gazdasági incidensekre, amik viszont tönkre tudnak tenni akár egy nemzet több éves munkáját is, vagy legalábbis GDP-ben érezhető hatása van, mondjuk a nemrégiben bekövetkezett WannaCry vírus támadásnak is. De a fizikai erőszak mögött is rengeteg internetes informatikai szervezés áll, és azt gondolom, hogy talán a korábbi időszakban, amikor a információs társadalom fejlesztésén dolgozó szakemberek a digitális fejlődés hangsúlyozták, és emellett álltak síkra, talán nem kellőképpen hangsúlyozták a biztonsági szempontokat. Most viszont már annyira körülvesznek minket ezek az eszközök, hogy itt az ideje felnőni a kormánynak, a lakosoknak, a civileknek, és kialakítani azt a fajta környezetet, amiben biztonságosan, komfortosan tudunk élni. Úgyhogy ezért lett a biztonság, az informatikai biztonság az idei év konferenciájának fő témája. És hogyan látja, hogyan értékeli az eddigi előadásokat a mai párbeszédet? Ugye a délelőtti plenáris előadáson számtalan olyan bejelentés történt, ami a magyar információs társadalom fejlődését mutatja. A biztonsági tematikájú előadások jelenleg zajlanak, tehát ennek az eredményéről talán egy picit később fogunk majd tudni beszámolni. De én azt gondolom, hogy a magyar informatikai biztonsági szakértői társadalom az egy jól képzett, jól felkészült szakembergárda, és meg fogja találni a válaszokat, tehát hogyha akár a gyermekvédelmi stratégiára, a kibervédelmi stratégiára gondolunk, amikkel rendelkezik Magyarország, és elsők között rendelkezett, akkor azt mondhatom, hogy meg kell, és meg lesznek adva a válaszok. Magyarország hol áll a kibervédelem tekintetében? Mennyire foglalkozik a biztonság kérdésével más országokhoz képest? Jók a mutatók. Magyarország büszke lehet azokra a nemzetközi együttműködésekre, amikben benne van, azokra a technológiai fejlesztésekre, kiépítésekre, amiket megalkotott, de a kihívásokra folyamatosan fel kell készülni, és nem csak Magyarországnak, minden országnak ezzel foglalkozni kell. És azt gondolom, hogy itt talán a témának a fontosságát nem befolyásolhatja azt, hogy Magyarország egyébként relatíve jól áll. Hiszen itt fölborulnak azok a biztonságpolitikai, több évtizedes megszokott szövetségek, és újra kötődnek mások, amiket korábban megszoktunk, és most újak lesznek helyette. De az is biztos, hogy Magyarországnak saját magára is építeni kell, és egyszerre kell az együttműködés képességét alkalmazni, és egyszerre pedig az autonómiát, a
az önálló tetteket kell megvalósítani.